Csütörtölök, sertéshús, fokhagyma, hagyma, piros paprika, só, bors, gersli, rizs, kukoricadara, apró és savanyú káposzta vegyesen. Ezek a hozzávalói az utánozhatatlan magyar ételkülönlegességnek, a töltött káposztának, ami a 18. században a török hódoltság idején terjedt el hazánkban. Ahány ház, annyi szokás. Ez a közmondás teljesen igaz volt az idei Rátkai Töltött Káposzta Fesztivál főzőversenyére is. A megmérettetése nevezett csapatok bevetették minden tudásukat, különleges és hagyományos fűszerek kerültek elő, többen a nagyi régi receptjét is előkeresték a kredencből a siker érdekében. Itt vagyunk a Töltött Káposzta Fesztiválon, és elkészült a töltött káposzta. Mikor kezdtétek el főzni, hány darabot, és mivel másabb, mint a többi? Köszönöm a lehetőséget. 4:30-kor kezdtünk el szerelőzködni szerencsén. 6:10 értünk ki, 400 darab töltelék van az üstünkben, és az 11:30-re készen volt, 12:00-kor leadtuk a mintát. Hát, hogy mivel másabb, mint a többi? Nagyon nagy eltérés nem lehet. Annyi talán, hogy a töltelékben füstölt hús is van és sertéslapocka, valamint egy-egységnyi gerszli, egy-egy félegységnyi rizs és egy félegységnyi kukoricadarab. Emellett ugye a fűszerezés egy kicsit sajátos, illetve savanyú káposzta levélbe van töltve, az apró pedig részben savanyú káposzta és részben édes káposzta. És a közepében pedig egy hatalmas hátsó sonka füstölve, illetve csülök füstölve. Mire számítotok? Mi lesz a zsűrinek a véleménye? A zsűrinek a véleménye halványilla gőzön is. Nem számítunk semmire. Az arra számítunk, hogy ugyanúgy elfogy egy cseppig a káposztát, mint tavaly. Sőt, mondhatnám, hogy fényesen nyalják néha az üstünket. Úgyhogy nincsenek ilyen elvárásaink. Örömmel jövünk. A saját egyesületünk tagjait is megvendégeljük. Ez egy olyan alkalom. Jól érezzük magunkat, rengeteg az ismerőt, kitűnő az idő, és azt tudom mondani, hogy hajrá Rátka, jövőre is jövünk. Most ide jöttünk és szeretném megkóstolni ezt a töltött káposztát, hogy mivel másabb, mint a többi, amit itt főznek a Rátkai Töltött Káposzta Fesztiválon. A Háló Angyalai csapat már harmadik alkalommal nevezett be a megmérettetése, azonban idén különlegesebb ízvilággal készültek a szakértő zsűrinek, az étel kedvelőinek. Egy jó töltött káposzta minden magyar ember álma, nincs az az alkalom, mikor ne ennénk meg szívesen legalább egyet belőle. És valljuk be, hogy minden háziasszony titkon azt reméli, hogy ő tudja készíteni a legjobb töltött káposztát. Maga a töltelyeknek a töltésére tegnap délután került sor. 290 darab tölteléket töltöttünk, és körülbelül még legalább egy olyan 80-90 darab gombócot sikerült még előállítanunk. Úgyhogy nagyon sok sikerült. Ennyi nem még. Egyik évvel sem volt még ennyi. Miben másabb? Hogyan néz ki ez a töltött káposzta? Mert látom, hogy ebbe azért gombócok is vannak. Milyen húsból készült, milyen fűszereket használtatok? Ez az idei évekhez képest annyival másabb, hogy az éven füstölt tarját daráltunk bele magába a sertészcomba, illetve szalonna is volt még beledarálva. A levébe pedig vadisznó combcsontot lettünk, és abban főztük meg. A környező településekről többen érkeztek Rátkára, akik a baráti beszélgetés mellett fogyasztották el a hamisítatlan sváb ételt. Nem finom ez a tölköt, de mind jövünk hónap is. Hónap nem kell jönni? De nagyon finom ez a töltött káposzta. Első osztályú. És az Istenhegyi Borháznak a töltött káposztáját fogyasztottuk, ami rendkívül magas fokon volt előkészítve, és minden elismerésünk. Úgyhogy a közelmúltban is fogjunk jönni, és jöttünk tavaly, és jövőre is fogjunk élni. Szendrő város német nemzetiségi önkormányzata is képviseltette magát a főzőversenyen, akik a hagyományos ízeket és szívük minden szeretetét belefőzték az ételbe. Mi pedig már reggel 3-7-től próbáljuk főzni azt a századag töltött káposztát, amit ránk bíztak,
és reményeim szerint nem sokára el is fogjuk adni. Mi azért próbáljuk azt a hagyományos ízt, amit nagyanyáink valamikor megtanítottak, és ilyen 20 éves kislányokkal vagyunk itt, akik nagyon szívesen segítenek a bányász szakszervezettel. A 6. alkalommal megrendezett fesztivál célja a német nemzeti identitás erősítése, valamint a sváb hagyományok és kultúra megismertetése volt.